Kezdődik az élőadás. Üdvözlök mindenkit! Szokásos esti felolvasás következik. Szokásos, mondhatnám, hogy szokásos. Meg akart, sokan mondják egyébként, hogy, hogy így valami rendszert kellene vinni abba, amit csinálok. Hogy így, hogy így legyen, mit tudom én, ekkor felolvasás, ekkor főzés. Hogy az emberek könnyebben tudják követni. De az van, hogy ha az ember rendszert visz abba, amit csinál, akkor az a korlátok közé szorítja magát. Azért nem szeretem rendszeresen előre bejelenteni, hogy mikor van élőadás, mert az... <coughs> Bocsánat. <coughs> most hamarabb elkaptam a vírust. <coughs> Tehát ha mindig előre bejelenteni, hogy mikor, mit csinálok, vagy, vagy mindig, mindig, mindig mit tudom én, lenne egy fix időpont, most ugye felolvasás jön, és mindig azt mondanám, hogy péntek este hatkor van mindig a felolvasás, akkor nagyon könnyű lenne a követőknek követni azt, amit csinálok, csak szerintem ez, ez megölni azt, amit csinálok. Tehát az, az már csak akkor egy olyan felolvasás lenne, mint bárki más. Bekapcsolhatjátok a tévét, és akkor nézhetitek a vers mindenkinek, vagy YouTube-on elindíthattok egy ilyen vers mindenkinek akármit. Mert ugye arról szól az egész, hogy ilyen az életem akaszt a Blankán, és ez az teljesen ilyen össze-vissza. Tehát ezek a, ezek a véletlen bejelentkezések, arról szólnak, amilyen az ember élete egyedül. Tehát nincs, nekem nincs gyerekem, feleségem, semmi, nem, nem kell azt mondanom, hogy tehát nincs egy rendszer a dolgokban, hogy azt mondom reggel nyolckor rohanás az iskolába, vagy nem tudom, kell menni az iskolába, vagy akkor most munkahely, vagy valami. Ugye az életemet is ahhoz alakítottam, amilyen egyébként a, a magánéletem, tehát a munkám is úgy zajlik, hogy most délután pont kaptam egy, egy hívást, és ez egy hirtelen szerverleállás egy adott rendszerben, amit meg kellett nézni, most ebben egy szót sem értetek. De akkor igen, megcsinálom, 5 perc alatt kész, visszaküldöm, hogy kész, gyerekek, mehet tovább minden. Tehát egyfajta, egyfajta felelősségvállalás ez, ami, ami ilyen, hogy azonnal szólhatnak, az azért egyfajta kötelezettség is. Tehát mint mindig készen kéne állni. Éppen ezért nem akarok mindig készen állni a felolvasásokkal, hanem az legyen csak így, ahogy jön. Na most azért tartottam egy ilyen kis bevezetőt, hogy így ezt tudjunk gyűlni, és akkor mert nem tudom, hogy lehet kikapcsolni ezt az idióta a pedig elvileg ilyen do not disturb üzemódban van a telefon. Tehát, tehát öm, ott jártam, hogy öm, a mai könyv, egy érdekes könyv, az lesz az érdekessége, hogy egy ismert szerzőről van szó, de szerintem erről a könyvéről még nem hallott senki. Megint felmerül a kérdés, ki az, aki kitalálja. Lesz olyan, aki kitalálja. Miután, miután végeztünk a könyvel, akarok majd róla egy kicsit beszélni, tehát aki, aki úgy gondolja, hogy a felolvasás részét az nem szereti, az hát egy olyan 11 oldalt fogok felolvasni, de ez egy ilyen kicsi könyv. Kicsi. Kicsi. Kis formátumú. Ekkora az egész. Úgyhogy egy ilyen 10 perc, amíg felolvasom, és akkor utána elmondom a dolgok lényegét. Ha valaki éppen visszanézi felvételről, akkor meg pörgessen előre, hogyha nem tetszik neki. De de az se baj, ha végighallgatjátok. Nem egy ilyen romantikus lányregény egyébként. <laughs> Nyilván álmodom. A kollégium. 15 éves vagyok. Türelmesen dolgozom a mértan feladatomon. Könnyökölök a fekete íróasztalon, Megfontoltan nyúlok, hol a körzőért, hol a vonalzóért, hol a szögmérőért. Szorgalmas vagyok és nyugodt. Társaim halkan beszélgetnek körülöttem. Egyikük számokat ír egy fekete táblára, a felületesebbje bridge Időnként, ahogy mind mélyebb és mélyebb rétegében merülök az álomnak, kipillantok az ablakon. Egy faág ing lassan a napfényben. Hosszan nézem. Figyelmetlen egy tanuló vagyok. Érzem a napfény ízének és az íróasztal, a kréta, a tábla gyerekkori szagának gyönyörét. Nagy-nagy örömmel zárom magam köré a védett gyerekkort. Tudom jól, először van a gyerekkor, a kollégium, a társak, aztán elérkezik a vizsganapja. Aztán valami oklevelet kap az ember, aztán elszoruló szívvel kilép egy kapun, és azon túl egyszerre felnőtt lesz. Akkor már nem olyan könnyű a lépte. Már az élete útján jár, az útja elején. Most majd végre valódi jelenségen próbálja ki a fegyvereit. A vonalzóval, a szögmérővel, a körzővel, a világot építi, vagy az ellenségeit győzi le. Vége a játéknak. Tudom én, hogy egy kollégista általában nem fél tőle, hogy szembe kell nézni az élettel. A kollégista toporzékolt türelmetlenségében. A kollégistát nem rettenti meg a férfi szenvedése, beszedelme, keserűsége. De én különös kollégista vagyok. Én tudatában vagyok kollégista boldogságomnak. Nekem nem olyan sürgős, hogy megrohamozzam az életet. De tertre megy el mellettem. Ülj le, játszunk egy partit, hívom. És boldog vagyok, hogy sikerült kihívnom a pikkászát. Dutertre ott ül velem szemben egy ugyanolyan fekete asztalon, amilyen az enyém, is lógázza a lábát. Nevet. Én szerénye mosolygok. Pénikó oda jön hozzánk, átol a vállam. Mi újság, öregem? Uramisten, de jó. Az egyik hetes, csak ugyan hetes. Benyit az ajtón, kihívja két társunkat. Azok leteszik a vonalzót, körzőt, felállnak és kimennek. Szemmel kísérik őket, ők már elvégezték az iskolát, kiengedik őket az életbe. Felhasználhatják, amit tanultak. Felnőtt férfiként tehetik próbára számításaikat. Furcsa egy kollégium, egyenként mennek el a diákjai, és nem is igen búcsúzkodnak. Ez a két társunk még csak ránk se nézett, pedig nagyon könnyen meg lehet, hogy a sorsuk még Kínánál is messzebbre veti őket. Sokkal, sokkal messzebbre. Ki vehetné biztosra, hogy vala is találkoznak a kollégisnek, ha már az élet szétszórta őket? Mi lehajtjuk a fejünket, mi, akik még a szárnyék meleg nyugalmában élünk. Hallgass ide, Duterte. Ma este, de megint csak nyílik az ajtó. És én úgy hallgatom, mint az ítéletet. Százados és a hadnagy az örnagyhoz. Vége az iskolának kezdődik az élet. Te tudtad, hogy most rajtunk a sor? Pedig ott már reggel repült. Nyilván feladatot kapunk, ha hívnak. Május vége felé járunk. A visszavonulás az összeomlás kellős közepén. Úgy áldozzák fel a repülőket, mint a pohár vizeket öntögetnének az erdőtűzre. Hogyan is lehetne mérlegelni a kockázatot, mikor dől össze minden? Franciaország számára még most is mi vagyunk a felderítő légierő. Mi? 50 gépre való ember. 50 gép, három-három főnyi személyzettel, az 50 közül 23 a miénk. A 2 per 33-as osztályé. Három hét alatt 17 gép személyzetét vesztettük el a 23-ból. Olvadunk, mint a viasz. Tegnap valami azt mondtam Gavoly hadnagynak, majd meglátjuk a háború után. És Gavoly hadnagy azt felelte, csak nem olyan nagyra látó százados, hogy meg akarja érni a háború végét. Gavoly nem tréfált. Tudjuk mi ezt, jó, hogy nem tehetünk egyebet, mint hogy belevetjük magunkat a tűzvészbe, még akkor is, ha semmit sem érünk el vele. 150-en vagyunk Franciaországnak. A mi vállunkon nyugszik a francia hadsereg stratégiája. Egy irdatlan erdő ég, és néhány pohárnyi vizet áldozhatunk az eloltására. Feláldozzuk. Ez a tisztességes eljárás. Kinek jut eszébe panaszkodni? Hallotta vala valaki, hogy másképp feleltek volna mi nálam, mint hogy igen, őr nagyúr, rendben van őr nagyúr, köszönöm őr nagyúr, értettem őr nagyúr. De azért volt egy érzés, amely a háború utolján már mindig erősebb volt a többinél. A képtelenség érzése. Megroppan a világ körülöttünk. Összeroskad. Olyan tökéletesen, hogy maga a halál is képtelennek tetszik. Ebben a nagy rendetlenségben, a halálban sincs még meg a kellő komolyság. Belépünk Aliashoz, a parancsnokhoz. Ma is a 2 33-as osztály parancsnok a Tunizban. Jó napot! Üljenek le! Leülünk. Az önnek kiteríti a térképet az asztalon, és a küldönchöz fordul. Kérje el az időjárás jelentést. Azután ceruzájával az asztalra koppint. Nézem. Feszült az arca. Nem aludt. Kocsin rohangált, kísérletet, törzset kergetett, had, hadosztály törzset, a kiegészítő parancsnokság törzsét, küzdött a raktárakkal, amelyek nem adnak pótalkat részt, áthatolhatatlan torlódásba gabajlott az úton, ő irányította a legutóbbi kihurcolkodást, meg a legutóbbi behurcolkodást. Mert úgy változtatjuk a helyünket, mint a szegény ördögök, akiket a kérlelhetetlen végrehajtó kerget. minden mindennyiszor sikerült megmenteni a repülőgépeket, a teherautókat és 10 tonna vizemanyagot. De érezzük rajta, hogy már nem sokáig győzi erővel, idegekkel. Hát szóval. Egyre kopog az asztalon és néz ránk. Elég ocsmányügy. Aztán állat van. Ocsmány egy feladat. De a vezérkar ragaszkodik hozzá. Nagyon ragaszkodik hozzá. Pitatkoztam velük. De csak ragaszkodnak hozzá. Hát mit tegyünk? Lütertre meg én nézünk kifelé az ablakon a nyugalmas égre. Kot -kot hallok. Mert az ön nagy szobája egy tanyaépületben épületben van, az az autóterem meg az iskolában. A nyarat, az élő gyümölcsöt, a cseperedő csirkéket, a sarjadó gabonát nem állítom szembe a közeli halállal. Nem hiszem, hogy a nyert nyugalma ellene mond a halálnak, és az se, hogy a dolgok szerítsége pusztagúny. De valami bizonytalan gondolatom támad, Elromlik ez a nyár. Bedöblött ez a nyár. Láttam elhagyott cséplőgépeket, elhagyott kombájnokat, elhagyott bedöglött autókat az útszéli árokban, elhagyott falvakat. Egy üres faluk útjából csorgott ki a víz. A tiszta víz, amire annyira vigyáztak az emberek, mocsára változott. Hirtelen képtelen látomásom támad. Bedöglött órák, minden toronyóra bedöglött. A falusi templomok toronyórái, a pályaudvarok toronyórái, üres házak kandalóján az állóra, és az elmenekült órás kirakatában a halott órák csonttára. Háború. Nem javítják az órákat. Nem szedik a cukorrépát, nem javítják a vagonokat, és a víz, amit azért ejtettek fogjú, hogy olcsa a szomjat, vagy mossa a falusi ünneplők csipkéjét, most macsárban terül szét a templom előtt, és meghalunk a nyáron. Olyan, mint a betegség. És az orvos előbb azt mondta, hogy elég ocsmányügy. Gondolni kell hát a jegyzővel, a hátramaradókkal. Szóval Duterte meg én megértettük, hogy feláldoznak bennünket. A jelen körülmények között, fejezi be az ön nagy, nem nagyon lehet tekintetbe venni a kockázatokat. Persze. Nem nagyon lehet. És mindenkinek igaza van. Nekünk is, hogy szomorúak vagyunk, az őrnagynak is, hogy rosszul érzi magát a bőrében, a vezérkari főnöknek is, hogy parancsokat oszt. A parancsnok rossz kedvű, mert képtelenek a parancsok. Mi is tudjuk, de a vezérkari főnök is tudja. Azért adja a parancsokat, mert parancsot adni kell. Háborúban a vezérkari főnök parancsokat ad. Szép lovagokra, vagy modern modernebbül motorkerékpárosokra bízza őket. Ott, ahol fejetlenség és kétségbeesés uralkodik, egy-egy szép lovag leugrik a gőzölgő lováról mutatja a jövőt, mint a három királyok csillaga, hozza az igazságot, és a parancsok újra teremtik a világot. Ez a háború sémája. A háború színes nyomata. És mindenki megtesz mindent, ami csak tőle telik, hogy a háború olyan legyen, mint a háború. Jámbor Kiki -ki igyekszik a játékszabályokhoz igazodni. Meg lehet hát, hogy ez a háború is majd csak kegyeskedik hasonlítani a háborúhoz és a gépek személyzetét is azért áldozzák fel határozott cél nélkül, hogy a háború háborúra hasonlítson. Senki belen vallaná, hogy ez a háború nem hasonlít semmire. Hogy semminek semmi értelme, hogy nincs az a séma, ami ráillene, hogy a drótok, amiket rángatnak, már nincsenek bábukhoz kötve. A vezérkari főnökök mély meggyőződéssel osztogatják a parancsnokat, amelyek sehova nem érkeznek el. Adatokat követelnek tőlünk, de nincs mód rá, hogy felhasználják őket. A légierő nem vállalhatja magára, hogy megmagyarázza a háborút a vezérkari főnököknek. A légierő csak feltevéseket ellenőrizhet megfigyeléseivel, de már nincsenek feltevések. És hogy tulajdonképpen azt kívánják, hogy 150 repülő faragjon arcot a háborúnak, amely már nincs is. Úgy fordulnak hozzánk, mint kártyavetőkhöz. Elnézem Dutertét, az én kártyavető felderítőmet. Tegnap azt felelte vissza a hadosztály egyik ezredesének, Ugyan hogy derítsen fel az állásokat 10 km-re a földtől 530 kilométeres sebességgel? Azt csak észreveszi, hogy hol lőnek magára. Ahol lőnek magára, ott vannak a német állások. Nagyon jól mulattam, jegyezte meg Duterte a vita után. Ugyanis a francia katonák soha se láttak francia repülőgépet. Van vagy ezer szétszórva dönkerk és elzász között. Inkább úgy kellene mondani, hogy feloldottak a végtelenben. Úgyhogy ha az arcvonal felett hirtelen megjelenik egy gép, biztosra veszik, hogy német. Gyorsan megpróbálják lelőni, mielőtt ledobja a bombáit. Már csak a zúgásra kitör a géppuskák és gyors tüzelő ágyuk tüzének vihara. Ezzel a módszerrel aztán roppant pontos adatokat szerezhetünk nekik. Fűzte hozzá Duterte. És figyelembe veszik ezeket az adatokat, mert egy szabályos háborúban figyelembe veszik a felderítők adatait. Igen, de a háború elromlott. Tudjuk jól, egyáltalán nem veszik figyelembe az adatainkat. Hiszen továbbítani se tudjuk őket. Az utakon torlódás lesz, a telefonok bedöglöttek, a vezérkeli főnök hirtelen helyet változtat, az ellenség állásaira vonatkozó fontos adatokat majd az ellenség szolgáltatja. A vezérkeli főnök tulajdonképpen olyan, mint a vidgyező, akinek a másik szobából kiabálnak. Mit csinálják a pikdámával? Az, aki egyedül van vállat van, nem látja a játékot, mit felelhetne. De egy vezérkari főnök nem vonogathatja a vállát. Ami kevésen még hatalma van, azt mozgatnia kell, hogy a kezében tarthassa, és hogy megkísérelje minden lehetőt, amíg még tart a háború. Ha vak, hát vakon kell cselekednie és cselekedtetnie. De nehéz vaktában kijelölni egy pigdáma szerepét. Tapasztaltuk már elinte csodálkozva, később, mint ami oly természetes, hogy tudhattuk volna előre. Ha megkezdődik a bomlás, egyszer csak meggyérül a munka. Azt hinni az ember, a legyőzöttet a problémák zuhataga roppantja össze. Szakadásig küzdik velük, hogy mit tegyen a gyalogságával, a tüzérségével, a harckocsiaival, a repülőivel. Csak hogy a felbomlás legelőször a problémákat rejti el. Már nem látni a játékot. Nem tudni, hogyan lehetne felhasználni a repülőket, a tankokat, a pigdámát. Hosszú fejtörés, hogy hogyan lehetne minél hatásosabban kijátszani aztán vaktában, ki az asztalra? Nem a láz, a rossz közérzet az úr. Csak a győzelem lázas. A győzelem szervez, épít, és mindenki lehegve hordozza köveit. De a vereségben az összefüggéstelenség, idegesség, és ráadásul a haszontalanság atmoszférájában lebegnek az emberek. Mert haszontalanok azok a feladatok, amelyeket végeztetnek velünk. Napról napról haszontalanabbak, egyre véresebbek és egyre haszontalanabbak. Azoknak, akik a parancsokat osztogatják, nincs egyebük, amivel feltartóztathatnák a hegycsuszomlást, mint hogy utolsó adóikat vágják ki az asztalra. Duterte meg én aduk vagyunk, és figyelmesen hallgatjuk az őrnagyot. nagyot. a délutáni teendőinket, hogy repüljünk 700 méter magasságban az arasz körzetében lévő harckocsi park fölé visszafelé pedig végig tízezer méter magasságban. És mindezt olyan hangon, mintha azt mondaná, forduljanak be balra a második kereszt utcába, menjenek végig rajta a sorokig, a térig, ott a trafik, menjenek nekem egy katója gyufát. Igen, őr nagy Se nem hasznosabb, se nem haszontalanabb, mint az eddigiek feladat. Se nem költőibb, se nem prózaibb. Ilyen a nyelv, amelyen megfogalmazódik. Azt gondolom magamban áldozat feladat. Arra gondolok, sok mindenre gondolok, várom az éjszakát, ha megérem, hogy tűnődhessek, ha megérem. Ha könnyű a feladat, három eset közül kettőben visszajön az ember. Ha egy kicsit ocsmány, akkor már persze nehezebb visszatérni. És itt az ön nagy irodájában nem látom a halált se fenségesnek, se magasztosnak, se hősiesnek, se megrázónak. Nem egyéb, mint a rendetlenség egyik jele. A rendetlenség egyik megnyilvánulása. Az osztály elveszíti ben, elveszít bennünket, úgy, mint amikor a vasúti átszállás zűzavarában elveszíti az ember a podjászát. Nem azt mondom, hogy nem gondolok a háborúra, a halára, az áldozatra, Franciaországra, meg még sok mindenre. Csak nincs már vezérelvem, szabatos nyelvezetem hozzá. Ellentmondásokban gondolkodom. Szilánkokban van az igazságom. Nem tudom áttekinteni, hogy csak egyenként sorban nézni mindegyiket. Ha élek, várni fogom az éjszakát, hogy tűnődhessek. Az édes éjszakát. Éjszak alszik az ész, és egyszerűen csak vannak a dolgok. Azok, amik igazán fontosak, alakot öltenek. Nem fog rájuk az elemző nappal rombolása. Az ember összeilleszti a szilánkjait, és visszaváltozik nyugalmas fává. A nappal a család én ki. de éjszaka a veszekedő megint megtalálja a szerelmet, mert a szerelem erősebb, mint a szavak szélfúvása. És az ember kikönyököl az ablakába, a csillagok alá, és már újra felelős az alvó gyerekekért, a kenyér megszerzéséért, a hitves álmáért, aki ott pihen, és olyan törékeny, olyan sebezhető, olyan tünékeny. A szerelem létén nem lehet vitatkozni. Szerelem van hát jöjjön már az éjszaka, hogy megjelenjen előttem valami szerelemmel felérő bizonyosság. Hogy azt gondolhassam, civilizáció az ember sorsa, a barátság becsülete az én országomban. Hogy kívánjak szolgálni valami ellenállhatatlan igazságot, még ha akár olyat is, amit még nem lehet megfogalmazni. Most olyan vagyok, mint a hívő, akit elhagyottak egyelem. Természetesen eljátszuk becsülettel a szerepünket, Lutertével, de csak úgy, mintha tartalma fosztott szertartást végeznénk, amiben már nincs ott az Isten. Megvárom az éjszakát. Ha még élhetek akkor, és kimegyek sétálni egy kicsit a falunkat átszerű országútra, édes magányomba burkolózva, hogy megtudjam, miért kell meghalnom. Ennyi volt a könyv. Ahogy nézem a kommenteket, senki nem találta ki. Nem is próbálkozott senki semmiféle. Hadd nézzem. Üdvözlök mindenkit, aki időközben csatlakozott és nem tudta, hogy miről van szó, ugye ez egy felolvasás volt. Most leleplezem a könyvet, mert erről akarok beszélni, és biztosan sokkolni fog titeket, ha megtudjátok, hogy ezeket kiírta. Ugye ez egy, ezek nem... Um... Antoine de Saint-Exupéry, a hadirepülő ugye a kis herceg írója. Mindazok, akik ismerik a, a kisherceget, tudják, hogy ez egy, van, aki gyerekmesének tartja, van, aki egy komoly filozófiai műnek, ami arról szól, hogy mi is az élet értelme, de hogy ezt milyen játékosan tudja bemutatni, milyen könnyű, puha látszavakkal. Mindenki ezer idézetet tud a kis hercegből, mint a róka, amikor azt mondja, hogy felelőssé válsz azért, amit megszerítettél. Mindenki kedvesen, jó szével emlékszik a kishercegre, hercegre. És ezt a könyvet, ezt a hadireplőt, ezt ugyanabban az évben jelentették meg, mint, uh, nem, nem csak. Ez 1942 es a kisherceg pedig 1943-as. Így van? Tehát egy éve később jött a kisherceg. Tehát Exipéri gyakorlatilag, uh, volt egy mondat, amiben kihagytam a nevét, de ez róla szólt. Tehát ő és Duterte az a, az a társa volt. Ez a, ez a könyv ez egy ilyen önéletrajzi írás, tehát ő volt ott a fronton, ő harcolt a németek ellen, neki kellett felszállnia erre a lehetetlen küldetésre, egyik lehetetlen küldetésre a másik után. Ez, ez Franciaország 1940-es Németország általi lerohanásának pillanatait mutatja be. Ugye ez a villámháború arról szólt, hogy az első világháborúval ellentétben, elent, amikor a, a frontvonalak megmelevedtek gyakorlatilag Belgium után, és úgy egy állóháború alakult ki. Itt a németek két-három hónap alatt egész Franciaországot lerohanták, a háború gyakorlatilag semmi perc alatt ellőtt már, mint a franciák szempontjából. Óriási keserűség, fájdalom is egyáltalán mindez érződik a regényből. Azért választottam ezt a könyvet, és nem a Kisherceget, mert egyrészt az azonnal mindenki kitalálta volna, másrészt mindenki ismeri a Kisherceget. Ugye tudjátok, hogy a Lát, hogy nem tudjátok, de akkor elmondjam, hogy a Kisherceg a világon a második legtöbb nyelvre lefordított könyv. Az első a Biblia. Több, Több mint 380 nyelvre lefordítottak le nyelvre és dialektusra. Ugye nem mondhatjuk azt, hogy mondjuk itt spanyolszába csak spanyol, ugye van katalán, van valenciai, van baszk, stb. egyéb nyelvek. Tehát három, több mint 380 nyelvre, dialektusra fordították le a kis herceget, és ez van a második a Biblia után, ami több mint 3000-re. Tehát azt soha nem fogja utolérni és a maga a kis herceg az több mint, mint 140-150 millió példányban kelt el. Ugye ez közel sem olyan népszerű. Tehát szerintem a legtöbben nem is tudtatok arról egyrészt, hogy Exupéry egyáltalán katonai pilóta volt, vagy hogy egyáltalán pilóta volt. De először kereskedelmi pilóta volt, postanyáratokat üzemeltetett mondjuk a francia gyarm, tehát Észak-Afrika, Franciaország, Sok helyre ment Indokínába és Vietnámba. A háború kitörésekor csatlakozott a légierőhöz, és ugye itt a saját csalódásait, saját tehát úgy érzi, hogy, hogy feláldozzák a semmiért, de mégis megteszi, ennyire szereti a hazáját. Na most Exipériről néhány szóban a legutóbbi már felolvas felolvasásom Márairól szólt, és ő szintén 1900-ban született. Tehát mind a ketten 1900-ban születtek, Márai 1989-ig élt. Exipérinek sokkal kevesebb adatot meg. Ö majd ide is kitérünk, de most egy pillanatra még a, ehhez a vadászrepülős témához, hogyha, hogyha emlékeztek a kishercegben, gyakorlatilag a kisherceg úgy indul, hogy egy repülő lezuhan a, a szaharában, és odalép hozzá egy kis fiúcska, aki megkér, megkéri, hogy hogy is van, hogy rajzolj nekem egy elefántot. Azt hiszem, így kezdődik a kisherceg, Rajzolj nekem egy elefántot. <laughs> és a pilóta teljesen, úr is vagyok a szamarában, mert delirium trémes, már nincs víz, semmi. Hogy kerül ide a kis herceg? Hogy kerül ide egy gyerek? Így kezdődik a kisherceg. Na most ez megtörtént eseményeken alapul szintén. Exipéri egy versenyen vett részt, megpróbálta a leggyorsabban átrepülni a Párizs-Vietnám távolságot. Tehát egy ilyen gyorsasági repülésen vett részt, és lezuhant Líbiában, a líbiai sivatagban, pilota, egy rádiós pilótatásával együtt. Csodálma határos módon élték túl egyébként magát a balesetet is, de ott elfogyott a vízük, nem voltak jó térképeik, majdnem kiszáradtak, teljesen eltévedtek. Na, Nílus Deltától nem messze volt, talán nem emlékszem pontosan. De a lényeg az, hogy ez is megtörtént. Eset 1935-ben történt, tehát jóval a kis herceg megírás előtt, de ilyen események is lették például azokat a történeteket. Na most a, nem a kis akarok beszélni, hanem ennek a könyvnek a kapcsán alapvetően exupériről. A felesége Salvadori volt, ugye latino, Consuela, így hívták a feleségét, ezt a latinus virtust, ezt a szabadság ezt, a, ezt a amit én azt mondok itt, hogy ez a mediterrán életérzés, ezt jelentette neki ez a, ez a feleség. Megint egy érdekesség, sok szakértő a, azt a híres jelenetet a, a kis hercegben, amikor a rózsával bánik, tehát ugye, hogy üvegburokkal védi a bogarak ellen, tehát hogy a rózsával jól kell bánni, mert csak akkor marad életben, hogy ezt a feleségéről mintázta és hogy ezt neki szánta. Na most a hadirepülőben nincs ilyen. Tehát itt, itt, emlékeztek, van egy rész, amikor a szeretetről beszél, hogy eljön az éjszaka, és akkor akkor megint a szerelem visszatér, de ez egy, ez egy éles éles ellentét azzal, amit, amit napközben lát, hogy őt most elküldik egy bevetésre, amiben feláldozzák az életét. <kül> Ugye a Franciaország elvesztette a, a, a háborút 1940-ben, Exupery emigrációba megy Amerikába, Ö, érdekes módon, a regé... Tehát ö, ugye a háború előtt Exipéri már híres író volt, tehát ő már, ő már híres repülős volt is, tehát arról is, hogy, hogy repült, és egy csomó ö, korai repülési dolgokat, mint egy csúcsokat döntött sebesség, ugye mint ez a, mint ez a vietnámi gyorsasági repülés is. Egyrészt erős híres volt, másrészt mint szerző is híres volt. 1940-ben, mikor, mikor, mikor Franciaországnak vége, ugye ketté szakad, az északi részt megszállják a németek, a déli rész az pedig egy kollaboráns visi kormány alatt Franciaország lesz, de gyakorlatilag egy német kollaboráns kormányjal. Ő Amerikába kényszerül, és ott jelenik meg <coughs> ez a könyve is, és a kis is ott adják ki. Tehát érdekes módon a kis először Amerikában adták ki, és csak később posztomuszon halála után Franciaországban. Na most... Ez alatt az idő alatt a műveit betiltják. Tehát egy kicsit ez hasonlít márai életútjához, ugye, aki miután elment Amerikába, a hazájában, Magyarországon az összes márai művet betiltották, kitörölték. Exuperyvel ugyanezt történt. Na most a, a bocsánat, ugye Franciaországnak ugyanúgy sok gyarmata volt, például az Észak-Afrikai rész, észak részek, ez volt a szabad Franciaország. Mindennyian tudjuk, Humphrey Bogart, már megint belekedtem. nagy sikerű filméből, a Casablanca-ból, ami ott zajlik, Szabad Franciaországban, hogy Ingrid Bergman elrepül a repülővel, Lászlóval, és akkor Louis, I think this is a beginning of a beautiful friendship. De ez a macska jajba is benne. <laughs> Tehát ugye volt a Szabad Franciaország, és volt a Visi által megszállt kolaboráns Franciaország, na most a Visi kormány betiltotta a Exiperi összes művét. Exupéry viszont nem volt jóban De Dögoll volt a szabad Franciaország, ugye, tábornok a Londonban, mert ő diktatúrikusnak tartotta. Cserébe Dögoll betiltotta az összes művet szabad Franciaországban. Tehát az a furcsa helyzet állt elő, hogy amikor Exupéry Amerikába emigrált, akkor mind a a visi kormány által kontrollált francia Franciaországban is, meg a francia gyarmatokon is, ami szabad Franciaország volt, betiltották a műveit. Tehát egyáltalán nem lehetett, nem lehetett őt olvasni. Na most azzal is vádolták, hogy a németekkel kollaborál. Tehát ezt is Dögolt terjesztette, amit nagyon rosszul érintette, ivásba kezdett, elkezdett romlani az egészsége. Ugye azért ment Amerikába, és aztán Kanadába is, hogy ö, szövetségeseket szervezni. Tehát megpróbálja az amerikai közvéleményt, híres volt mondom. Tehát találkozott Lindberg fiával is például. Charles Lindberg, aki először repült át az Atlanti-óceánt Amerikába. Tehát ő óriási sztár volt. Tehát olyan, mintha most azt mondanám, hogy Elvis Presley, mindenki tudta, hogy kicsoda Lindberg és ő megpróbálta meggyőzni az amerikaiakat, hogy már akkor 1940-ben lépjenek be a háborúba, a, és hát ugye verjék meg a németeket. De most ez nem sikerült, romlott az egészsége. Végül 1943-ban, amikor az amerikaiak először partra szálltak Észak-Afrikában, ő eljött Algériába az amerikai csapatokkal, és újra jelentkezett a, egy ilyen légi felderítő századhoz. Sem a kora, sem az egészségi állapota nem tette már ezt lehetővé, de átjutott ezeken a vizsgálatokon, és, és újra repült. <coughs> 1941. Júli, 44, 1944, tehát egy évek később, 1944. július 31-én egy korzikai támaszpontról szállt fel, hogy Kán fölött felderítő repülést végezzen egy fegyvertelen P-38-os felderítő repülőgéppel, és soha többé nem tért vissza nem tudják, hogy mi történt vele, nem tudják, hogy euh, mik történtek. Azért érdekes ez a történet, mert ez a könyv, én ezt 1998-ban, 1998-ban vettem meg, és ez volt az az év, amikor egy francia halász valahol Marseille mellett, Marseille közelében a tengerből kifogott egy, egy kis láncot. Egy ilyen kis fém, egy ilyen kis fém tábla volt egy láncon, ami exupéri ruháján volt, és azon a neve rajta szerepelt. Ez, ezután még azt hiszem egy évet, vagy majdnem két évet, több évet kellett várni, amíg, amíg roncskutatók, amíg lemerültek, és megtalálták a repülőjét, és 1998-ban, tehát ugye amikor a könyvet megvettem, itt a hátulján nem tudom mennyire látszik, de a hátulján gyakorlatilag az MTI aznapi közleménye szerepel. 1998. október 28-án az MTI tudósítja, hogy a kisherceg és az éjszakai repülés és sok más ismert irodalmi alkotás 44 éves szerzője felderítő repülés közben tűnt el a megszállt Franciaország délkeleti része fölött, és most találták meg a rancsokat. <kül> Ez volt az a hír, tehát ő, neki nem adatott meg az a, az a hosszú élet, mint ami, ami Márainak. És különös, hogy hogy így ír ebben a könyvben. Azért akartam ezt a könyvet felolvasni, mert pontosan ez lett a sorsa. Ha, ha figyelmesen hallgattátok a könyvet, amikor arról gondolkozik, hogy most feláldozzák az életét, hogy most mi történik, felderítő pilotaként halt meg. E, hatalmas, tehát, sok vita van a halála körül, még a mai napig nem tudják, hogy pontosan ki, ki lőtte le. Tíz évvel a rancsok megtalálása után, 2008-ban egy... Egy francia újságíró elkezdett megpróbálni felderíteni a Luftwaffe korábbi dokumentumait, beszélt német pilótákkal, még akkor életben lévő német pilótákkal, illetve hát, ahogy próbálta, megpróbálta összerakni ezt a történetet. És hát ő talált <coughs> több, több idézőjelben trónkövetőről is voltak aki lehetett Exupérit, még a 40-es években és a 70-es években is, de végül ez a 2008-as kutatás vezetett ahhoz, hogy találtak egy német pilótát, aki, aki önmaga is, hát ugye kijelentette, hogy ő Fél attól, hogy ő volt az, aki lelőtte. Akkor bizonyosodott meg erről, amikor megmutatták neki a roncsok pontos helyszínét, hogy igen, ott történt, és ez megint viták tárgyát képezi, sokan nem tudják ezt elfogadni, azt mondják, miért hallgatott ennyi ideig, miért csak most mondta, ugye híres ember, csak így kitalálta. Ez a német pilóta bevallott, hogy ő lőtte le, szereti a kis herceget, ha tudta volna, hogy ő az, akkor nem lövi le. Hogy, hogy mi a történet konklúziója hatalmas érzelmi hullámokat váltott ez ki Franciaországban. Tehát amikor megtalálták a gépet, megtalálták ezt, ugye ő, őt, őt eltűntként keresték. Sokan gondoltak arra, hogy de még lehet, hogy él valahol, de még valami történhetett, hogy, hogy nem, de nem meghalt, és most ezzel, ez bizonyság. Tehát majdnem 40 év után bizonyság került a, erre, ennek a dolognak a végére, és a franciák is hát nemzetősként tartják nyilván, ugye rengeteg, rengeteg emlék repülőtér van elnevezve róla, azt hiszem nem tudom pontosan ennyire, nem tudom mindenkinek az életét. Azért tartottam érdekesnek, hogy ezt a könyvet ajánljam nektek, hogy ebből olvassak fel, mert senki nem ismeri a kis herceg írójának talán a valódi életét hogy az életét adta hazáját hazájáért, ráadásul egy olyan pillanatban 1944. júliusáról beszélünk, amikor, amikor ugye már túl vagyunk a, a a partaszálláson, tehát az 1944. június 6-án a D-nap, amikor igazából, tehát gyakorlatilag már, már, már csak időkérdése volt, hogy megnyerjék a háborút. Tehát akkor már nem kellett volna ennek a, mint ebben a könyvben, ami 42-ben jelent meg, ugye nem kellett volna ez a defetista hangulatának lennie, hogy azt, azt mondja, hogy a háború már elveszett, a haza elveszett, miért adjuk oda az életünket. Most már győz, győzelem, győzelem, felé haladtak, már úgy, már úgy mindenki alakult, és akkor halt meg. Olyan valaki, aki, aki el tudta érni azt, amit... Egyébként csak, hogy tudjátok, megnéztem a Wikipédián, mert kíváncsi voltam rá, ugye egy 380 valahány lefordítással. A következő ezután a Pinocchio. 300 nyelvre való lefordítással. Azután egy kínai, kínai középkori történet 200 valamennyivel, és utána ennyi. Tehát négy könyv van, ami 200 fölötti fordításért ért meg, utána a többiek így lefelé, ilyen 100, meg a legtöbb könyv 60-70 nyelvre való fordítást ért meg. Tehát ugye azokat a nyelveket, amik, amik így nagy nyelvek nagy országok, Tehát a Biblia ugye azért vezet 3000-rel, mert mit tudom én kurdisztáni nyelvre is lefordították, és ugye nincs kurdisztán. Tehát ott, ott minden törzsi nyelvre lefordították. És ez a könyv, nem ez a könyv, a, a kis herceg, egy 44 éves ember tollából, aki nem érhette meg még azt sem, hogy a regényét publikálják, mert ugye mondom posztfomusz publikáltak a regényét. 43-ban jelent meg Amerikában, de a Franciaországban, a saját hazájában csak a halála után, ugye a háború után, miután a németeket kiverték, tudták megjeleníteni a könyvét. <laughs> ez a 44 éves ember olyat tudott letenni az asztalra, amit nagyon-nagyon kevesen. A világon senki más, mivel ő a második. Hát és a Biblia íróját azt nem tudjuk. <laughs> Ugye ez több, most nem megyek bele, de ez több tételből áll össze. Üm, érdekességként még annyit, hogy tiszteletből a francia kormány meghosszabbította az összes, mivel hogy korán halt meg, megkapta ezt az érdemrendet, hogy a, hogy a, Franciaországért halt meg, és, és úgy, úgy, most kiterjesztették a szerzői jogvédelmet plusz 30 évvel. Tehát 70 évre vonatkozna neki, plusz 30 évvel kiterjesztették, 100 évre, úgyhogy gyakorlatilag a szerzői jogok még mindig nem jártak le. Hát a könyvek megjelenésének függvényében, ugye ez a legutóbbi, már, már nem publikált miután, miután 43-ban átment, tehát a 43-as kis megjelenés után gyakorlatilag akkor azt jelenti, hogy 100 év 2043-ban, tehát még, még van körülbelül 20 év, amíg lejárnak a, a szerzői jogvédelmek. Még egy érdekességet az életéről. Nagyon szeretett olvasni, ő maga is, és írni is. Nagyon sokszor megcsinálta azt, hogy a repülés hosszú óráinak a magányát. Nem olvastam végig nektek, de ebben a könyvben sokszor van ilyen, hogy a, hogy a hadi repülő élete milyen magányos végül is. Tehát nagyon sokszor csinálta azt, hogy vagy írt, vagy olvasott a repülések közben. Tehát ezek hosszú órák, amíg egyik célpont, úgy akkoriban még nem tudtak olyan gyorsan, mint a gépek. Látjátok, egy vadászrepülés 500-al ment, ami nevetséges, hiszen ma már a hangsebesség háromszorosával is tudnak menni, tehát 3000 km per óra sebességgel is tudnak menni repülők. Tehát ő akkor még mint egy több órába telt mondjuk akár innen oda eljutni. Ő ezeket olvasással töltötte, és például felszállás előtt felolvasott a... a a repülőgép szerelőknek, ugye, amíg beizították a gépek, még ellenézték meg minden, sok ezt így szerették az emberek. És fennmaradt egy ilyen történet róla, hogy egyszer egy óránál tovább, tehát leszálláshoz készülődött, de ment még egy pár kört, és egy órán át keringett a repülőtől fölött, mert még annyi helyezett a könyvből. És azt még elolvastam, mielőtt leszállt. És ezen az 1944. július 31 én napon ezen utoljára szállt fel, nem köszönt el senkitől, nem tudta senki 45 éven keresztül, hogy mi történt. Vele, 42-ben a halálról írt, és arról, hogy meglepő bátorsággal nézett szembe ezzel a dologgal már akkor, ahogy mondtam, katonai szolgálatra akkor már alkalmatlan volt, mind akkor amíg mind az egészségi állapot ellenére. Mind az egészségi állapot, amiatt ennek ellenére felszállt azon a reggelen azzal a géppen, hogy egy újabb küldetést teljesítsen, a küldetéseken is túl volt. Öt küldetést kellett volna teljesítenie, ez volt a kilencedik, amire felszállt, Anélkül, hogy bárkit magával vitt volna. És nem tért vissza. A mai felolvasás öm, azzal a konklúzióval záróhat, záróhat, hogy tiszteletben tartjuk és emlékezzünk azokra az emberekre, akik az életüket áldozták azért, amit, amiben hittek, akármi is legyen, az akármelyik oldalon is álltak. Öm, mindegy, hogy háborúban haltak meg, vagy, vagy valamilyen másokból. Szeretem felemlegetni ezt, lehet, hogy nem tudjátok, de a szüfrazsettek, ugye ezt mindig elmondom, a nők jogaiért, azok azért harcoltak, hogy a nők szavazhassanak. Az 1900-as években, 1800-as évek vége, 1900-as évek elején ő, hármukat hazárulással vádolta, meg is kivégezték őket. Tehát nem csak azért adhatja valaki az életét, hogy egy háborúban megvédje a hazáját, hanem azért is, hogy ti most szavazhassatok. Remélem volt benne valami tanulság, valami élvezhető eredménye, és egy, ennek az alapvetően szomorú könyvnek, de hát az, ember ilyen, az embernek ilyeneket is kell olvasnia ahhoz, hogy, hogy, van ez a buddhista mondás, hogy ahhoz, hogy az arany középúton járhassunk elő, meg kell is a szélsőségeket. Tehát, mint egy autópályán mennél, és azt mondanád, hát menjünk neki a jobb korlátnak is, meg a bal korlátnak is, mert csak onnantól kezdve tudom, hogy hol vagyunk középen. Hogy egyforma távolságot tudjak tartani. Nem ennyire fekete és fehér a világ, van, aki szerint igen, szerintem nem nem kell minden rosszat kipróbálni, de, de, és ezt nem állítom rossznak, tehát csak azért, mert szomorú dolgokról szól. Szomorú az élete, és, és halála végződik. Rengeteg dolgot tud adni az embernek. Ha, ha csak a kisherceget nézzük, hogy az mi mindent tudott adni, mennyi millió embernek, ha most rákeresnénk a Facebookon, hány embernek az az idézete, hogy jól csak a szívével lát az ember, mert ami, mert ami a, mert ami igazán fontos, az a szemnek láthatatlan, ez is a kis hercegből van. És ezt köszönhetjük Szentexüpérének. Már ennyit remélem élveztétek. Sziasztok!